keresztet vetettek a Tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola diákjai még 2017 végén, mielőtt leültek reggelizni. A gyerekek ekkor még jó ízűen ettek, nem sejthették, hogy alig másfél évvel később eljön az iskolájuk utolsó tanéve. A több mint 20 éve egyházi fenntartásban működő Szent Mór bezárásáról néhány napja rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket és a diákokat. A döntés mindenkit váratlanul ért, mert a fenntartó a Pécsi Egyházmegye 2016-ban még az egykori Sztárai Gimnázium fenntartását is átvette. Akkor arról szóltak a tervek, hogy még egy óvodát is szeretne működtetni Tolnán az egyház. A helyzet úgy hozta, hogy mindig tagintézményként működött az iskola. Volt a Papsnak az intézménye, tagintézménye, volt a Pécsi Szent Mórnak a tagintézménye, és most a Szent István Tolnai Gimnáziumnak a tagintézménye. És tulajdonképpen a helyzet az, hogy évek hosszú sora óta próbáltuk megkeresni ennek az intézménynek a helyét és szerepét, amit a közoktatási, az egyházmegyei közoktatási stratégiában szántunk neki, és hát sajnálatos módon, hát a legnagyobb sajnálatunkra ezt nem sikerült megtalálni, ezt a helyet ennek az intézménynek, olyannyira, hogy egyre inkább a tanulók elmentek az intézményből, most már 100 alatt van, most már egy pár éve 100 alatt van a tanulói létszám, és bizony a finanszírozása így elég nehézkes, de ez csak az egyik oldala, a valósága az tulajdonképpen, ami a nehezebb oldal, hogy a pedagógia által megvalósított hozzáadott értékek megteremtése az, és ennek a kialakítása, ez ilyen sajátos módon nem nagyon sikerült. És pedig próbáltuk ennek a lehetőségeit keresni, hogy tudnánk ezt széleskörűen kiaknázni, de ez nem annyira sikerült, és így tulajdonképpen nagyon-nagyon hosszú évek során végül is ez kiéleződött, ez a helyzet a mostanira, és Püspök atya döntése szerint ezt az intézményt akkor, mint tagintézményt megszüntetjük. Az iskola valóban kis létszámmal működik, 8 évfolyamban mindössze 85 diák jár. Ők az idei tanévet még itt fejezhetik be, az pedig, hogy a következőt hol kezdhetik meg, a kormányhivatal jelöli majd ki. Vannak diákok, amelyek nem tolnai lakosok, a környező településekből jönnek, azoknak pedig hát nyilván a környező településen, hogyha van kötelező beiskolási körzetű általános iskola, akkor oda kell menniük, a többi eset pedig helyben. Ez tulajdonképpen az összdiák létszám 85 fő, ebből körülbelül 25-27 diák, aki nem tolnai illetőségi, tehát durván egy olyan 58-60 diákról van szó, akik esetében ezt az elhelyezést kell a kormányhivatalnak megtennie. De hogy az itt dolgozó pedagógusoknak és a két technikai dolgozónak hol lesz munkája, egyelőre nem lehet tudni. A pedagógusok esetében nyilván tehát nem egy nagy létszámról beszélünk, összesen van 18 munkavállaló, ebből van két technikai dolgozó, illetőleg vannak óraadók, ugye a feladatot óraadókkal is látták el, vagy tudták csak ellátni, illetőleg vannak nyugdíjasok is, tehát az óraadók és a nyugdíjasok esetében nincs különösebb tennivalónk. Vannak viszont főállású, teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok, akiknek tulajdonképpen a jogszabály szerint fogjuk a felmondását elindítani. A jogszabályok szerint nyilván végkielégítéssel, illetve felmentési idővel fogjuk ezt a munkaviszont megszüntetni. De hát természetesen a tanév végén. Az iskola épülete tehát az idei tanév végén kiürül. Az egyházmegye nem tervezi azt eladni, az ingatlannal kapcsolatos további terveikről viszont még nem árultak el semmit.